A hazai közfoglalkoztatás rendszere 2012-ben alakult át, azóta Start munkaprogramról beszélhetünk. Olyan foglalkoztatás valósul meg, melynek során a helyi igényekre alapozva dönthetik el a pályázók, hogy milyen feladatokat szeretnének ellátni. Sárospatakon a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzati tulajdonú kommunális szervezet, ahol az elmúlt évben foglalkoztatási csúcsot döntöttek meg, mondta az igazgató. Az első évben, 2012-ben még a Start programban foglalkoztatottak száma 156 fő volt, 13-ban ez gyakorlatilag 228-al indultunk, viszont november 1-jel már belépett a téli egyes csapat 112 fővel. Azaz azt jelenti, hogy 2013 volt az első év, amikor a kommunális szervezetnél több mint 300 közfoglalkoztatott dolgozott egyidejűleg november és december hónapokban. A Start program jelenleg is működik a városban. Több tucatnyi ember került bele a képzési programba, amelynek célja, hogy megalapozza későbbi több célú feladat ellátását az embereknek. Legképzetlenebbek iskolai végzettségben kevéssé képzettek, ők kettő képzési programban vesznek részt, ez az alapkompetencia, illetve az életvezetési ismeretek. Mivel a tél eddig kifejezetten enyhe volt, hóeltakarításra, síkosságmentesítésre nem kellett eszközöket és munkaerőt fordítani. Az enyhe idő azonban hozzájárul a tavaszi munkák korai elvégzéséhez. Megkezdtük a díszfák, díszcserjéknek a vetszését, itt elsősorban koncentrálva a fáknál is a balesetveszélyes, esetleg orrhat, törött, gombásodott ágakra, de a város egész területén az időjárás lehetővé teszi, hogy a zöld felületeket általánosan karban tartsuk, a még lehullott fa leveleket összegyűjtsük, a elszáradt virág növényzeteket felszedjük a földről, tehát ők napi szinten végzik ezeket a munkákat. A kommunális szervezet igazgatója elmondta, ezen a héten állították össze az idei évre vonatkozó Start munkaprogramot, melynek első körében két program elemre nyújtanak be pályázatot összesen 150 fő foglalkoztatására. Még további négy program előkészítése folyamatban van.